Apáti István képviselő úr következik, megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő társaim, mert a Mi Hazánk mozgalom azt kapta a mai vitában, amire jó előre számított, nem történt nagy csoda, nincs semmilyen meglepetés. Gyakorlatilag folyik változatlan lendülettel 33 év az egymásra mutogatás, és több, kevesebb visszafogottság, vagy éppen gátlástalansággal kvázi egymás politikai anyázása. Mindenki mutogat a másikra, és mindenki úgy érzi, önök közül a két nagy tömre gondolok, a balliberális tömre és a Fidesz-KDNP-re, hogy tökéletesen végezték a munkájukat, a felelős mindig a másik tömbben keresendő, vagy a külső körülményekben. A Fidesz-KDNP az elmúlt években tökélyre fejlesztette azt a tudását, hogy futballnyelven fogalmazzak, mert ez talán önök számára is így emészthetőbb, hogy mint a rossz focisták, amikor nem megy a játék, jelesül a munkabér növelés, a gazdaságfejlesztés, a gazdaságélénkítés, akkor kivétel nélkül mindig a külső körülményekben keresik a felelőst, rosszul lengetett a partjelző, rosszul fújt a játékvezető, göröngyös volt a pályatalaja, magas volt a páratartalom, csúszott a pálya, és a többi. Túl kicsi volt, túl nagy, rosszul húzták meg a vonalat, és a többi. Mindenki, bár csak önök nem. Holott 13 éve az idő nagy részében 80%-ában kétharmaddal irányítják ezt az országot. Tehát 2010 óta minden felelősség teljes mértékben az önöké. Azért is önöket terhel a felelősség, hogy a 2010 előtti gazdasági és politikai büntetőjogi értelemben vett bűnök, meg éppen egyéb erkölcsi bűnök felelőseit semmiféleképpen nem, semmilyen módon nem számoltatták el, futni hagytak mindenkit. Ezért is önöket terhel a felelősség, csak saját magukra ragudhatnak. Na most a helyzet az az, hogy az is egy hibás szemlélet az önök részéről, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy a 2002-2010 közötti időszakhoz mérik magukat. A munkabérek tekintetében is. Hát a csigától gyorsabban futni nem nehéz. Azt a szerény teljesítményt túlszárnyalni, felülmúlni nem nehéz. Önöknek a saját kétharmados felhatalmazásaikhoz kellene mérni saját magukat. Önöknek ahhoz kellene viszonyítani a magyar munkabérek helyzetét, különösen mondjuk az Észak-Alföldi régió nyomorúságos és egyre reménytelenebb helyzetét, amilyen lehetőségeket önöknek adtak a választópolgárok. Zsinórban 4 választást nyertek 2/3-dal. És akkor mégis önök visszafelé mutogatnak, elszámoltatás nélkül, illetőleg most külső körülményekre hivatkoznak. Most éppen hivatkoztak nemrég ugye a Covid nevű világprojekt által kiváltott körülményekre, meg aztán az ukrán területen zajló orosz-amerikai háborúra. Nézzünk néhány számot, hogy picit világosabb legyen, mekkora különbségek vannak. Én az órabérek nyelvére fordítanám le ezeket a számokat. Az EU-s átlagos órabér 23 euró. A legjobban a dánok keresnek 41 eurós átlagos órabérrel, aztán következnek a németek 30 eurós átlagbérrel, a magyar átlag órabér 9 euró, ez az átlag, amit nyilván Budapest és a Nyugat-Dunántúl fölfelé húz. Ez mondjuk Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön elérhetetlen vágyálom lesz még szerintem 5 vagy akár 10 év múlva is, tisztelt képviselőtársak. És óriási a béregyenlőtlenség, szerintem kirívó az Európai Unióban. Nem meglepő módon Budapesten keresik a legtöbbet, és a budapesti keresetek, átlagkeresetek 73%-kal haladják meg a legszegényebb, legszerencsétlenebb helyzetben lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei átlagkereseteket. Még a második helyen lévő Győr-Moson-Sopron megyei átlagbéreket is 19%-kal haladják meg a fővárosiak. Itt tartunk most, és ezek az esélykiegyenlítések, meg bérkiegyenlítések teljesen reménytelen próbálkozások. Egyébként, amiket önök tesznek, sőt, a lehető legrosszabb irányba viszik akkor ezt az országot, amikor úgy gondolják, hogy az esetlegesen majd az EU-s pénzek elmaradása miatt mentőövet jelentő kínai hitelek hozzáférési feltételeként telerakják ezt a kis országot akkumulátorgyárakkal, de zárójeles megjegyzésemet bezártam. Ami a közfoglalkoztatást illeti, mert 2015 valóban egy óriási probléma volt, hogy gyakorlatilag kifizető helyként üzemeltek ezek a státuszok, hát ez lehet, hogy számában csökkent, mondjuk 2010 és 23 között, főleg az utóbbi években, de azt látjuk, hogy hatékonyságában semmit nem változott. Ennek egyébként a fő okai a rendkívül rossz helyi gyakorlati megszervezésben keresendők, de mivel nem ez a fő problémánk, ezért most a közfoglalkoztatás még
nyomokban létező közfoglalkoztatás helyi szinten való esetek többségében rossz megszervezésére nem is vesztegetnék most több időt. Amire több időt kellene vesztegetnünk, az, hogy mit lehet tenni ebben a nyomorúságos helyzetben, és valóban a vitanap tárgya, a magyar munkabérek rendezése, felzárkóztatása a magyar munkavállalók helyzetének szabad szemmel is látható mértékű javítása lenne, de nyilván nem választható le erről a témáról a tragikus mértékű infláció, amelyet önök ráfoghatnak a háborúra, de ez már csak azért sem korrekt, meg azért sem helyes, mert árstoppokat a háború kitörés előtt is bevezettek, élelmiszer árstoppokat is, üzemanyag árstoppot is 3-4 hónappal a háború kitörése előtt, kirobbanás előtt bevezették, tehát az infláció mértéke már a háború kitörése előtt is jelentős mértékű volt, olyan mértékű, amely árstoppok bevezetésére kényszerítette a kormányzatot. Az viszont igaz, hogy a háború tovább rontotta a helyzetet, és tovább növelte az inflációt, de nem az volt a kiváltó oka. Ezért sem helyes az az érvelés, amiről önök a visszajelve azzal, hogy a választópolgárok egy része esetleg nem tud visszaemlékezni, vagy nem akar visszaemlékezni arra, mi volt 2021 nyarán és őszén az első árstoppok bevezetésekor, ugyanak össze lehet maszatolni a különböző időpontokat. Önök azért sem igyekeznek különösebben megfékezni az inflációt, mert és erről nem esett még szó a mai délután vagy kora este folyamán, mert önök a közvéleménykutatások bűvkörében élnek, nagy mintájú kutatásokat végeznek rendszeresen, legalább 5-10-es mintájú kutatásokat élén ugye a Rogán művekkel, és ebből azt látják, hogy önök még mindig töretlenül népszerűek, tehát nem érzik a cselekvési kényszert, nem érzik azt a politikai vagy társadalmi nyomásban megnyilvánuló kényszerítő erőt, amelyet ténylegesen le kellene törni az inflációt, és akár a jövedékadó bevételek, akár főleg az áfa bevételek kapcsán elképesztő plusz bevételeket realizálnak, amiből a költségvetés egyre nagyobb lyukait toldozzák, foldozzák. Valljuk be őszintén, hogy ez a két legnagyobb mozgatórugó, a horrorisztikus mértékű áfa és jövedékadó, de főleg áfa többletbevétel, és az, hogy a közvéleménykutatás adatok szerint önöket még mindig nagyon állítólag, nagyon szeretik a magyar választópolgárok, nagy többsége még akár kétharados többsége is önökre szavaznánk. Nem biztos, hogy ez a valóságban is így van, de az önök elé tárt kutatás adatok jelen pillanatban még lehet, hogy ezt mutatják, de azért e tekintetben is óvatosságra inteném önöket. Én azt szeretném megkérdezni itt, hogy ne csak mindig a múlton rágódjunk, meg egy 10 perces időkeretben esetleg kevésbé érdekes adatokkal töltsem, vagy adatok ismertetésével az időt. Én azt szeretném felvetni, hogy próbáljunk egy kicsit a jövőbe gondolkodni, és a megoldásokat keresni. Milyen lehetőségeket lát, tisztelt államtitkár úr, arra, hogy a közeljövőben nem csak mondjuk munkahelyek létesítéséhez kaphatnak a legkisebb volumenben dolgozó magyar vállalkozások, a mikrovállalkozások járulék és bértámogatást. Kaphatnak-e 2016-17-hez hasonlóan akár nagyobb volumenben a meglévő munkahelyek megtartására, bérfejlesztéshez kaphatnak-e támogatást? Milyen kilátásaik vannak a legszerencsétlenebb helyzetben lévő észak-alföldi vállalkozásoknak? Milyen kilátásaik van még az észak-magyarországi régiónak? Hiszen ez a két régiónk talán a legreménytelenebb helyzetben van. Nem véletlenül ismertettem az átlagbér kapcsán azokat az országon belüli durva eltéréseket, amelyek egészen kirók, és egyébként a ezen régiókból a belső elvándorlást is jelentős mértékben elősegítik, egy sor egyéb társadalmi problémát is kialakítva, vagy a sor egyéb már régóta meglévő társadalmi problémára is jelentősen ráfejelve, vagy ráerősítve. Milyen lehetőséget látnak a munkáltatói és vagy a munkavállalói terhek csökkentésére, hiszen lehet azzal példálózni, és egyébként számszakilag igaza van a csak képviselőnek, hogy százalékos mértékben csökkent a bérterhelés a 2010 előtti időszakhoz képest, de kedvezmények nélkül, adókedvezmények nélkül számolva, ha az én ismereteim nem csalnak, akkor egyharmadát a közterhek egy átlag magyar dolgozó fizetésének egyébként el is viszik. És az egy probléma, az is egy nagy probléma, hogy gyakorlatilag főleg az élelmiszerár infláció, mert tisztelt képviselőtársak, itt szorzószámokban kell mérni, hagyjuk ezt a százalékos statisztikai
művésztrükköt. Ismerjük az ezzel kapcsolatos Churchill-i alapigazságot, sajnos ez minden eddigieknél nagyobb mértékben igaz jelenleg. Itt szorzószámokban meg kell bérni, bemegyünk egy élelmiszer üzletbe, akkor azt látjuk, hogy szinte darabárak vagy egységárak 1000 forint alatt már csak kivételesen ritka esetben vannak. Nem beszélve egy másik nagy problémáról ebben az országban az egészségügyi ellátás kapcsán, gyakorlatilag önök megvalósítva az SZDSZ egyik leggyalázatosabb tervét, áttolták és folyamatosan áttolják az embereket az államegészségügyi ellátásból a magánegészségügyi ellátásba, de közben levonják azt a TB járulékot mondjuk a munkabérükből változatlan mértékben, amely lehetővé tenné, hogy mondjuk a magánegészségügyet egy kicsit nagyobb hatékonysággal igénybe vegyék, úgyhogy ezekre a nagyon fontos sorskérdésekkel kapcsolatos felvetésekre várnék majd választ államtitkárótól. Köszönöm szépen!